A téli időszámítás mindig október utolsó vasárnapján kezdődik, ami idén azt jelenti, hogy október 30-án kell átállítani az óráinkat. Három órakor most visszafelé két órára tekerjük a mutatót. Magyarországon 1980-tól alkalmazzák ezt az eljárást. Ma már a vélemények nagyban megoszlanak hasznosságával kapcsolatban, ugyanis a legújabb számítások szerint az óraátállítással már nem lehet energiát spórolni. A Magyar Alvász Szövetség főtitkára, Géni György korábban elmondta, hogy az óraátállításhoz az emberi szervezet nehezen alkalmazkodik. Sőt, a biológiai ritmust vizsgáló szakemberek egyenesen azon a véleményen vannak, hogy igazából sohasem képes alkalmazkodni. Kutatások szerint a tavaszi óraátállítást követő első Eső mint egy 40 perccel alszunk kevesebbet, mely idővel 19 percre sökkent, de ez az elvesztett idő teljesen nem tűnik el azt pedig igenis megérzi a szervezetünk, ha mesterséges módon megbontjuk az évmilliók során kialakult biológiai ritmusunk, halvás esetében a cirkadián ritmusunkat. Az Európai Parlament 2019-ben megszavazta a téli és a nyári időszámítás közötti váltás eltörlését. Az országok 2019 helyett 2021-től álltak volna át az új rendszerre, azonban ez tovább csúszik. A határidőt azonban nemrég 2024-ig kitolták. Ami biztos, ha majd ott tartunk, hogy választani lehet, Magyarország a nyári időszámítás véglegesítését támogatja.